Pontosan Szent István napjára érkezett haza az amerikai hadsereg jóvoltából a nyilasok által elrabolt Szent Jobb. A Szent Erekjét az amerikai katonai misszió vezetője Kii altábornagy ünnepélyesen adta át őrzőjének, Vicc Béla érseki helytartónak. Futótűzként terjedt el a városba, lesz Szent István napi körmenet, köztünk a Szent Jobb, jó lehet nem gótikus ereke tartójában, hanem a Mária Terézia féle kristályhengerben, felejthetetlen napforszámra, gyerekként részt vettem a körmenetben. Itt befordultunk a bazilikához, a bazilikával szembefordulva a baloldali hásot végigbombázták, és annak rom omladékán álltam, onnan láthattam rá a bazilika homlokzatára, mint elhelyezték a Szent Jobbot. Nem gondoltam volna, hogy egyszer valamikor éleszek a Szent Jobb őre. Felejthetetlen pillanat bennem él. Az ünnepi beszédet Páter Vadalik Bertalan szentdomonkos rendi tartományfőnök mondta.